Öreg király és annak három szépséges leánya. Az öreg király szerette volna férjhez adni a leányait, mielőtt még meghal, csak azt nem tudta eldönteni, hogy melyiknek adja a három országa közül a legszebbiket. Azt gondolta magában, hogy annak adja, amelyik őt legjobban szereti. Meg is kérdezte őket. A legnagyobbik azt felelte, én úgy szeretem édesapámat, mint a galamba tiszta búzát. Hát te, gyermekem, én úgy szeretem, mint forró nyárban a szellőt. Hát te, leányom, úgy szeretem édesapámat, mint az emberek a sót. Ugyan, mint a sót, te háládatlan, ezért neveltelek, ezért szerettelek. Takarodj a házamból, pusztulj a szemem elől. Hiába magyarázta a leány, hogy így meg úgy szeretik az emberek a sót. Könyörgött, esdekelt, de az apja elkergette. Szegény leány ment, mendegélt bánatosan. Addig ment, amíg rengeteg erdőben nem ért. Ott aztán rátalált egy nagy-nagy odvasfára. Ott húzta meg magát. Az erdőben eprecedett, mogyorót, málnát, azon éldegélt. Egyszer arra vetődött éppen a szomszéd királyfi. Vadászott. Amint üldözte a vadat, egyszer csak pillantotta a király kisasszonyt, de az is meglátta őt, és bemenekült az odujába. Ment a királyfi, rá is akadt az odura, bekiáltott, ki van ott? De a király kisasszony nem szólt egy szót sem. Ki van ott? Szólaljon meg! Szólaljon meg, mert lövök! Erre aztán a király kisasszony ilyettében előbújt. Olyan szépséges volt. Keservesen sírt. A királyfinak úgy megtetszett, hogy mentem magához ölelte. Aztán szépen felültette a nyergébe, és hazavitte a palotájába. Nagy lakodalmat csaptak, még a kutyák is húslevest ettek, aztán boldogan éltek, mint két galamb. Telt múlt az idő. Az ifjú király egyszer megkérdezte, miért is kergetette a téged apád? Azért, mert azt mondtam neki, hogy úgy szeretem, mint az emberek a sót. Azért! No, gondolt egy nagyot az ifjú király. És levelet küldött az öreg királynak. Jöjjön el hozzá vendégségbe. Jött is másnap az öreg király aranyos hintóján. Az ifjú király mindjárt a legszebbik szobájába vezette. És asztalhoz ültette.
hozták a levest, de sótlan volt. A húsnak se volt semmi íze, hiába volt a sok finom falat. A király éhesen maradt. Egy ideig nem szólt, de aztán nem állhatta meg szó nélkül. Milyen szakácsod van neked, fiam, hogy mindent só nélkül főz? Úgy hallottam, hogy kigyelmed nem szereti a sót. Kitől hallottad? A kigyelmed leányától, de már ott is volt a király leánya. A király örömében sírva fakadt. Aztán egymás nyakába borultak. A király a legkisebbik leányának adta a legszebb országát. Boldogan élnek még ma is, ha meg nem haltak.